Az önkormányzat egyik legnagyobb intézménye a Szent György Kórház. Egyebek mellett ezt is az állam fogja fenntartani a következő évtől, ugyanúgy, mint a jelenleg megyei tulajdonban lévő iskolákat, múzeumokat, levéltárat és szociális intézményeket. Az elmúlt években többek között ezen intézmények fenntartása miatt 12 milliárd forintnyi adósságot halmozott fel Fejér megye. Az állam nem csak az ingatlanokat, hanem a felgyülemlett hitelt is átveszi az önkormányzattól. A Fejér megyei kormányhivatal főigazgatója azt ígéri, mindent megtesznek azért, hogy az átadás átvétel ne jelentsen fennakadást egyik intézmény életében sem. Dr. Balog Ibolya azt mondja, hogy januártól szerkezetileg biztosan nem változnak az átvett intézmények, és tömeges elbocsájtásokra sem kell számítani a konszolidáció miatt. Elég nagy horderejű az is, hogy átvesszük. Az, hogy azt követően milyen szakmai utasítások alapján és állami elképzelések alapján esetleges milyen változások történnek, arról nyilván most felelőtlenség lenne beszélni, ahogy most vannak az intézmények, amekkora létszámmal működnek, ugyanígy fogjuk átvenni január 1-től ezeket a feladatokat. A változáshoz szükséges törvénymódosítások egyelőre nem léptek életbe, az előkészítő munka azonban elkezdődött Fejérben. A megyei közgyűlés elnöke szerint erre az intézmények zavartalan működésének biztosítása mellett azért is szükség van, hogy az önkormányzat munkatársai új feladataik elvégzésére is felkészülhessenek. A megyei önkormányzat intézményt nem tart fenn, a jövőben más feladatai lesznek. Ezzel párhuzamosan erre a feladatra is megkezdtük a felkészülést, hiszen a területfejlesztés, a hazai és az Európai Uniós fejlesztések koordinálása, ezekben való részvétel és a döntéshozatal egy olyan feladat, amire szintén időben el kell kezdenünk a felkészülést. A megyei önkormányzatok összesen nagyjából 160-180 milliárd forintnyi tartozást halmoztak fel. A tervek szerint ezeket az állam az ország hitelállományával együtt egy adósságkezelő központban rendezi majd.